Orbán Viktor szerint az utóbbi hónapokban a rádióban, a televízióban több műsort is a személyetlenül szüntettek meg. A volt kormányfő úgy gondolja, a rendszerváltás óta felnőtt egy nem szocialista értékrendet képviselő generáció. A politikus konzervatívek nem vitatják el azok jogát, akik a megváltozott nézeti magyar televíziót nézik, de szerinte kell egy nemzeti értékeken alapuló csatorna is. Olyan média törvényre van szükség, amely ezeknek az igényeknek maradéktalanul eleget tesz. A mai törvény nem ilyen. Olyan törvényre van szükség, amely két egyenrangú csatornára osztja a magyar televíziót. Orbán Viktor jobboldali parlamenti képviselőket arra kérte, hogy a javaslatot terjesszék az országgyűlés előtt. Ha ezt nem fogadja el a parlament, akkor tavasszal népszavazás kiírása kezdeményezik a köztévé megosztására. A Szabadság a Nemzetért polgári kör rendezvényére az érdeklődők egy szál virággal, egy 100 forintossal és egy balliberális újsággal érkeztek. A 100 forintosok megszámolását követően kiderül, hányan vettek részt a demonstrációt. Az újságot és a virágot pedig a köztévé ravatalán helyezi el a több ezres tömeg.